Nyírkos István professzor úr, a magyar nyelv és a finnugor nyelv professzora lehet az első, aki a tudományegyetemi karok professzorai közül szobrot kap, és ez a szobor nem véletlenül kerül elhelyezésre itt a Deac pályán, a természetes közegében professzor úrnak, hiszen amellett, hogy ő professzora volt a nyelveknek, professzor emeritus az egyetemnek, kitüntetettje több államnak, országnak, itt igazán jól érezte magát, és én vele személyesen szinte mindig itt találkoztam, és hosszasan beszélgettünk, úgyhogy személyes élményeim alapján is úgy gondolom, hogy méltó helyre kerül a szobra, és hát kérlek Pista bácsi, hogy vigyázz erre a telepre, a gyerekekre, és nem messze álló barátoddal, Buzánszky Jenővel együtt méltó példaképei lesznek az egyetemnek. Tudomány és sport harmóniája, szellemi teljesítmény és testkultúra összhangja, aligha nem ezzel a szókapcsolattal lehetne leginkább megjelölni azt az értéket, amit Nyírkos István példaadó pályafutása jelenít meg a Debreceni Egyetem egykori és mai közössége számára. Egyetemi hallgató volt 1951-től, majd végzése után a tanársegédi státusztól a tanszékvezető professzorságig ívelt a pályája, nemzetközi rangú finnugor nyelvészként öregbítette a Debreceni Univerzitás hírnevét sok évtizeden át. Most avatandó, emlékét megörökítő szobra állhatna az egyetem területének más pontján is, mégis itt, a Deac pálya szélén van annak a legméltóbb helye, mert ő nem csak tudós volt, hanem sportember is, meghatározó játékosa egy olyan csapatnak, amely sok örömet és dicsőséget szerzett Debrecennek, az egyetemnek, de azon túl az egyetemi sport ügyének is. Ha ezt a szobrot valaki megnézi, akkor hát ha eszébe jut, mindenkinek van gyereke, unokája, tanítványa, hogy igenis 5 éves korban el lehet kezdeni az embereknek az érdeklődését fölkelteni, hogy érdekes a világ, érdekes a tudomány. Ezt nem kell nekik mondani, ha egy kis élményt adunk, akkor ez maga is érdekelni fogja. Kodály Zoltán mondja valahol, hogy a zenét azt élményeken keresztül kell tanítani. Nincs az az őrült zenetanár, aki fogja, megtanít 15 ezer oldal szöveget a főiskolán, és utána azt mondja a gyereknek, hogy na most ülj le és zongoráz. És ugyanakkor azt érzem, hogy a tudományban néha így csináljuk, hogy egyszerűen sok ismeretet átadunk, csak az élmény hiányzik. És én iszonyú szerencsés voltam, hogy ezt 5 éves koromtól megkaphattam. És amiért ezt elmondtam, hogy ne féljenek, igenis, ha ezek önöknek élményt jelentenek, most mindegy, hogy nyelvtörténet, fizika, matematika, bármi, de biztos van olyan, ami önöknek élmény, adják át a gyerekeknek, és akkor azt hiszem, édesapám szobra tényleg hasznos lesz, ha ez jut önöknek eszébe róla. Nagyszerű ember volt. Büszke vagyok, hogy barátja, a Kossuth Lajos Tudományegyetemen tanítványa, de azban sajnos csak 1 évig játékos társa lehettem. A legjobb labdarúgó korban korán szögre akasztotta a futballcipőt. Meggyőződésem, korábbi sportpályafutásom, majd edzői tapasztalataim alapján állítom, kimerem jelenteni, az élvonalban is megállta volna a helyét. Ez nem kis dolog volt az 50-es évek közepén, amikor még az aranycsapat játékosait is csodálhatták a magyar szurkolók. Szobrot csak a legnagyobbaknak állít az utókor. Ő mindenképpen rászolgált erre az elismerésre. Ez a szobor itt a legjobb helyén, a Deac pályán mindig az emberi értékek jelentőségére fogja emlékeztetni a következő generációk képviselőit.